Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket a mai egynapos zen eseményünk végén. Mondjuk el közösen az OM-nám mantrát hétszer. Ez az univerzum a maga tisztaságában. OM érdemes kicsit visszagondolnunk arra, hogy mit csináltunk egész nap, és az előbbi mantra is egy jó példa erre, és az összes többi technika, amit megkóstolhattatok a mai nap folyamán, vagy folytathattátok a gyakorlását, ha már korábban is ismertétek ezeket. És valójában, amit szeretnénk, az egy újfajta látás kifejlesztése magunkban. Ami ott van bennünk, csak az életünk első felében, neveltetésünk, iskoláink során általában csak az elmét műveljük. Úgy tanulunk, hogy kiolvasunk könyveket, esetleg meghallgatunk érdekes előadásokat, vagy kevésbé érdekes előadásokat, elsajátítunk ismereteket, és aztán valamit ezzel kezdünk, vagy nem kezdünk. De Függetlenül attól, hogy ez szakmailag mennyire jó vagy nem jó, valójában csak az elme dualisztikus, ellentét párokon alapuló világnézetében vagyunk. És ez egészen addig jó, amíg nem találkozunk szembe olyan problémákkal, ahol a megoldásai ennek a dualisztikus elmének már nem lesznek elegendőek. Erről beszéltünk reggel is, hogy minél inkább fejben vagy, annál kevésbé csatlakozol a körülötted és a benned lévő működésekhez és a világhoz. Hanem elzárod magad egy kis ketrecbe, és esetleg ott szenvedsz, vagy álmodozol, de minden esetre nem vagy benne a valóságban. A zent és egyéb más spirituális hagyományokat ezért hívják megvalósítási vagy realizációs gyakorlatnak, hiszen valami többet, valami nagyobbat szeretnénk tapasztalni, mint amit eddig láttunk magunkból. El lehet az egészet úgy képzelni, mint hogyha elmentek táncolni egy táncestre, és ott vannak sokan, szól valamilyen zene, és ezen a táncesten nagyon sok mindent lehet csinálni. Az élet is ilyen. Bemész, és akkor lehet, hogy jól tudsz kapcsolódni ahhoz a zenéhez, ami ott szól, átveszed a ritmust, keresel valakit, akivel szeretnél táncolni, vagy többeket, és elkezdesz táncolni. Lehet ez egy megoldás, de nagyon sok minden egyéb történhet. Lehet, hogy bemész, és mondjuk te tangózni szeretnél, de rokihoz való zene szól, és akkor nem tetszik, és nem tudsz jól ott részt venni abban az eseményben. Vagy esetleg, igen, tangózni szeretnél, és megfelelő zene is szól, de nem érzed a ritmust, hogy mindig rosszkor lépsz, vagy rálépsz a partnered lábára. De az is lehet, ha túl sokat gondolkodsz, akkor azt mondod, hogy neked ez az egész nem megy, leülsz egy sarokba duzzogni, vagy odamész a bárpulthoz, és leiszod magad, letompítod magad, hogy hát ezzel az egésszel ne kelljen mit kezdeni. És valójában az élet is ilyen, hogy adott egy helyzet, és attól függ a jól létünk, hogy a helyzethez mennyire tudunk kapcsolódni, mennyire látjuk azt, ami történik. Jelen esetben a hasonlatban ez a tánc. Ha nem látod, akkor lehet, hogy bekövetkezik azt, hogy te inkább a sarokba leülsz egyedül, és még azt mondod, hogy hát a világ a rossz, mert te nem tudsz ebben részt venni, nem tudsz táncolni, és senki nem akar veled táncolni, holott már lehet, hogy ketten oda jöttek, vagy hárman, hogy szeretnének, csak nem vettél róla a tudomást. Ez az, hogy leválasztódsz a világról, ha ilyen helyzetekben vagy. És sokszor lehetünk ilyen helyzetben az életben. Egyébként azt, hogy milyen ez az intuitív működés, milyen ez a látás, ami túl van az ellentétpáron alapuló gondolkodáson, ezt például ösztönösen nők sokkal jobban értik, mint a férfiak. Gondoljatok bele egy olyan kicsit stereotíp példába, amit így szoktok, szoktak viccelni ezzel, hogy mondjuk elképzelünk egy ilyen szemüveges, mondjuk kvantumfizikát tanuló ilyen egy fiút, aki mondjuk ugye a maga rövid nadrágában, zokniban és szandában megjelenik a táncesten, és akkor ott megpróbál hát partnereket találni a tánchoz, de hát nem nagyon lesz sikeres, és azon kívül, hogy nem csúnya dolog általánosítani így mondjuk a kvantumfizikusokkal, azt viszont látjuk, hogy mi a probléma. A probléma az, hogy egy ilyen gyerek mondjuk csak fejben van, csak racionálisan gondolkodik, és az például egy ilyen helyzetben a nőkkel nem működik. Hát most persze ki lehetné te fejteni, hogy a zen és a csajozás, de ezt most nem tenném meg. Minden esetre mutat ez valamit arról, hogy az életben rengeteg olyan helyzet van, amikor a gondolkodás nem elegendő. Úgyhogy az egyik célunk ez, Átvitt értelembe, és konkrétan is, hogy részt tudjunk venni abban a táncban, ami az élet. És még esetleg úgy tudjunk részt venni, hogy élvezzük is. Lássuk azt, hogy amikor bemegyünk, akkor milyen zene szól, és lássuk azt is, hogy kikkel szeretnénk táncolni, és kikkel nem szeretnénk táncolni. Ez is nagyon fontos. A helyes megkülönböztetésre van szükségünk, nem pedig az ítéletekre és az elképzelésekre, és akkor jól tudunk működni. És olyan helyzetben is jól tudunk akkor működni, mint amikor minden buli véget ér egyszer, amikor véget ér az a buli, akkor haza tudunk menni nyugodtan és méltóság teljesen, és mondjuk nem kell megvárni a kidobó fiúkat, hogy jöjjenek és kiráncigáljanak minket a teremből. Adja magát a téma, ősz van, közeledik a halottak napja, a halál az egyik legnagyobb kérdés az életünkben, és a legnagyobb probléma, és nagyon sokszor nem tudunk vele mit kezdeni, és érdemes megnézni, hogy ez is miből ered. És látjuk azt, hogy amikor kialakul ez a személyiségünk, az ego szerkezet, amit annyit szoktunk kárhoztatni, akkor ez valójában Túl élni szeretne, biztonságban túl élni. És azért félünk nagyon a haláltól, mert az az a pont, függetlenül attól, hogy mi van utána, vagy mi nincs utána, ahol az, amit addig csináltunk, az, amilyen szokásaink voltak, amilyen gondolkodásunk volt, azt úgy és olyan formában nem folytathatjuk tovább. És az ego ettől nagyon fél, ettől nagyon félünk, mert szorongást kelt. Az ismeretlen, mindig nagy szorongást kelt, és ezért általában nem gondolunk a halálra, letagadjuk, eltoljuk magunktól, nem szeretünk vele foglalkozni, vagy esetleg illúzióképeket alkotunk róla, holott valójában azt kell megnézni, hogy amikor az életbe te olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem te vagy a nyerekben. Nem te irányítasz, és szembe kerülsz az ismeretlennel, ez többször megtörténik, kisebb-nagyobb súlyossággal, akkor hogyan viselkedsz? És egy ilyen helyzetben jön nagyon-nagyon nagy segítségünkre az a fajta látás, amit itt gyaklunk, ami már nem itt fönt fejben van, hanem sokkal inkább itt a cselekvő központba, a tantiemből intuitívan, ugyanis kapcsolódni tudunk ahhoz a változáshoz is, ahhoz a helyzethez is, és nem az elképzelésektől félünk, amikor ez a helyzet bekövetkezik. Tehát valójában, hogyha félsz a haláltól, és nem tudsz vele mit kezdeni, akkor nézd azokat a helyzeteket meg, amitől félsz, amikor úgy érzed, hogy elveszted az irányítást, és gyakorolj ezekkel is. Ülj le, és merj ebben a csak tisztán látás állapotában lenni. Itt általában túl hangsúlyozzuk Európában a cselekvést, és a tisztán látást azt nem annyira hangsúlyozzuk. Nem tanulunk meg látni, és éppen ezért nem tanulunk meg tanulni sem igazán. Az igazi tanulás akkor következik be, amikor érintkezésbe kerülünk a dolgokkal, és hagyjuk, hogy hassanak ránk. Emberek, helyzetek, történések. És ehhez kell ez a jó látás. És hogyha megvan a jó látás, és helyesen mérted fel a helyzetet, utána tudsz jól cselekedni. Tehát nézd meg azt, hogy amikor arról beszélünk, hogy mi van a halál után, az is lehet egy menekülési út. Ez elől az ismeretlen elől. Nagyon sok elmélet létezik, nagyon sok elmélet, ami részben tapasztalatra épül, részben elképzelésekre, de nagyon sok Elméletben egy közös biztosan van, hogy szeretnénk valahogyan ezt a személyiségünket így vagy úgy, de megőrizni. Vagy úgy, hogy mennyországban élünk túl, vagy úgy, hogy a pokolban, vagy egy új újrászületésben, de valahogyan szeretnénk megmenteni magunkat, hogy ez így legalábbis részben mehessen tovább. És itt valójában az van, hogy félünk az elengedéstől, és hogyha meg tudod azt tapasztalni, hogy az élet milyen, hogy az életben is pillanatról pillanatra el tudunk mindent engedni, és aztán föl tudjuk újra venni, akkor nem lesz szükség arra, hogy féljél olyan helyzetektől, amit valójában nem tudunk, hogy pontosan hogy van. Ha megnézed, akkor élünk itt, és nagyon nehezen tudjuk a párkapcsolatainkat csinálni. Nagyon nehezen tudjuk néha a munkahelyünkön az életet művelni és a társadalmunkban is, emberi közösségekben is igen-igen igen nehézkesen tudunk működni, és ehhez képest néha sokan olyan biztonsággal és határozottsággal beszélnek arról, hogy mi van a halál után, mint hogyha épp most jöttek volna onnan meg, és kicsit itt még nekünk szórni az igét. És ez enged arra is következtetni, hogy azért szeretünk valamit olyan bizonyosan kimondani, hogy ne féljünk tőle, de hogyha ebbe az egész problémakörbe nem megyünk bele, akkor látjuk azt, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi lesz, viszont azzal tudunk dolgozni, hogy az élet milyen, és hogyha megtanuljuk az életet helyesen élni, megtanulunk kapcsolódni a helyzethez mindig, akkor a halál sem lesz probléma, hanem az is egy olyan helyzet, amiben éppen egyé tudunk válni, ha ezt jól begyakoroltuk. Ez most egy ilyen nagyon hosszú ív, de szeretném azt láttatni, hogy a zen az mindig ezekről a nagy kérdésekről is szól, és arról szól, hogy kíváncsian, tisztán tudjunk a világhoz kapcsolódni, és megláthatjátok, hogy ez hosszú távon sokkal kifizetődőbb és sokkal érdekesebb, mint hogyha mások elméleteire fizetünk be. És ez semmit nem mond arról, hogy azok az elméletek jók vagy rosszak, lehetnek jók és rosszak is, de tapasztald meg te magadnak, azt, hogy mit tudsz ezekkel a nagy kérdésekkel tenni, és akkor lehet, hogy olyan szép megfogalmazásokban tudod ezeket majd magad számára is tapasztalhatóvá és élhetővé tenni, mint amikor Unmun Zenmestert egy szerzetes társa megkérdezte ősszel, hogy Mester, milyen az, amikor a fa elszárad és a levelek lehullanak? Unmun erre így felelt, a test felfedi magát az aranyló szélben. És egyrészt ez egy nagyon szép taoista költői kép, másrészt pedig mutatja azt, hogy amikor gyakorlunk, és elengedjük az illúzióinkat, illetőleg amikor az élet belevisz olyan helyzetben, hogy el kell mindent engednünk, akkor megjelenik a lényeg, és a lényeg az, amibe, amiben kapaszkodhatunk. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy tegyen szert lényeglátásra az életében, ha zen gyakorlat által, akkor az gyakorlat által, ha más által, akkor más által, és hozzunk létre magunknak egy kellemesebb közösséget, amelyben egymásért és magunkért is tudunk tenni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, és hogyha van kérdésetek ezzel, élettel, halállal, zennel, zengyakorlattal kapcsolatban, akkor azt várom szeretettel. Egy egyszerű gyakorlati kérdés, hogy a, a tantienhez hogyan tudom levinni a figyelmet, mert hogy a légzésen keresztül próbáltam, és ezelőtt én olyan meditációkat gyakoroltam, ahol a szívre koncentráltunk, és odáig már nagyon jól megy, de hogy onnan lejjebb, hogy hogyan? Elsősorban türelem kell hozzá, tehát amikor már van egy bejáratott technikád, akkor... Óhatatlanul azt fog könnyebben menni. El kell, mint minden tanulási folyamatnál, jutni oda, hogy ez kvázi ilyen feltétlen reflexként menjen, mint amikor tanulunk autót vezetni, akkor az elején még borzasztó nehéz, hogy akkor most kuplunk, meg váltó, meg nézni is kell a forgalmat, és egy szörnyűség az egész. Aztán egyszer csak, sokat gyakorlod, akkor úgy átfordul az egész szinte beazonosíthatatlan pillanatban, hogy mikor történt ez meg. Érdemes azt csinálni ilyenkor, hogy meditáción kívül is, amit reggel is beszéltünk, hogy például akár tedd az újadat ide a köldök alatt két centire, és akkor gyakorol csak ezt a légzést, hogy ülsz, lehet meditációs ülés vagy szék is, és csak az gyakorlod, hogy belégzelmélyen kilégzel. Belégzel, kilégzel, és érezd ezt a mozgást itt, ahogy az ujjat kibemozog, érezd ezt az izomtónust is, ami ott van, és csak erre figyelj. És ezt érdemes külön is csinálni meditáción kívül, és aztán ahogy ennek már megvan az érzete, akkor rendesen ülve is, mahamodrával kihangsúlyozva csinálod. És akkor egy hónap, két hónap, három hónap után egyre erősebben meg lesz ennek a tapasztalata. Egyáltalán ne izgulj azon, hogy ez az elején nem megy. A lényeg az, hogy mindegy, hogy te mit érzel itt, ne itt fönt legyél. És legyen meg ez a térszerű tudatosság. Ha megvan, akkor jól csinálod. Úgyhogy sok gyakorlás. Szungszán Zemmester egyébként azt mondta, hogy bármilyen meditációs technikát kezdesz el, akkor azt csináld Legalább három hónapig, de rendszeresen. Nap, mint nap. És akkor utána majd meglátod, hogy kell-e váltani, vagy nem kell váltani, vagy mennyire tudtad az életed részévé tenni. Ugyanis ezeknél a technikáknál az van, hogy az életünk részévé érdemes életformává tenni. Tehát ez nem egy vallásos gyakorlat, hanem egyszerűen az, hogy napi szinten ezt csináljuk, mondjuk először egy fél órát aztán reggel este egy fél órát, és lehet bővíteni, ez már rajtad áll, és akkor egyre erősebb lesz ez, és aztán nem csak ez, hanem kint az életben is. Amikor ott egy helyzet, ide mindig vissza tudsz térni. Tehát ugyanez a cél, amit hallhatsz darma beszédekben mindig, és minden darmon beszédben kell egy ilyen, amit a zen szemléltet, amikor ütünk, Tehát a tantien fókusznak is ez a lényege, hogy ez meg legyen ütés nélkül, hiszen nem ütögetheted mindig a padlót, mert azt gondolják, hogy őrült vagy. Ez csak itt ilyen kis ilyen szűk körbe megengedett. Úgyhogy gyakorlás, gyakorlás és kitartás, ez a bátor kitartás, ez a, hát talán a kulcsa az egésznek. Sokkal tovább lehet jutni ilyen bátor kitartással, mint okossággal vagy zsenialitással. És ez sokszor látszik is, hogy, hogy, valaki mondjuk nagyon okos, és nagyon jól megért mindent, de elunja, nem csinálja, és ott hagyja az egészet. És lehet, hogy az, aki az elején nem értette meg annyira, és csak egyszerű dolgokat tud, sokkal-sokkal messzebbre jut az úton. Úgyhogy ez nem képesség függő, cselekvés és gyakorlás függő. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nekem is egy gyakorlással kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy ö, tegnap megnéztem egy előkészítő videót, amin az egyik mantra az annyira beleült a fülembe, hogy ö, mint egy ilyen háttér még a meditáció alatt is folyton ott zenget. És egy idő után próbáltam kiűzni, lehalkítani, ö, de állandó jelenléte van azóta, mióta hallottam. És ö, mit tudok kezdeni ezzel? Mert mint említetted, hogy a mantra az egyfajta tűzfal is. Igen. És ezt úgy dekódoltam, hogy lehet, hogy így próbálok megakadályozni a dolgokat, hogy így átjussanak rajtam, hogy azóta ezt így mondogatom magamba. De tudatosan nem tudok küzdeni ellene. Nem is kell küzdeni ellene. Az az egyik alaptechnika, és ez mindenre vonatkozik, hogy semmi ellen nem küzdünk a meditációban, hanem mert az is a leválasztódásnak az egyik alapesete, hogy küzdünk ellene, nem akarunk vele szembesülni, hanem hagyod, hogy legyen. Általában, ha hagyod, hogy legyen, ez például egy sima dallamtapadás is lehet, jók ezek a mantrák, hát na, ezt be kell vallani, nagyon jók. Tehát ez úgy belemegy az ember fülébe, és ez jó. Tehát például lehet, amikor később gyakorolsz még zent, akkor lehet ilyen, hogy neked a mantra praxis lesz az üdvözítő. Mikor jó a mantra? Akkor jó a mantra, hogyha például nagyon sok kavargó érzelmed van. És azzal úgy nagyon nehéz mit csinálni, és nagyon nehéz, pláne még nem elég erős tantiennel bír az ember, akkor nagyon nehéz az csak úgy, jó, hát akkor jelen vagyok, és egyébként szétvet a szívem. Tehát akkor nagyon jó egy ilyen mantrára rákapcsolni. És azt belül mondod ugyanúgy, mint ahogy a nagy kérdést, csak nem minden belégzésnél, hanem folyamatosan mondod a mantrát, tant ilyen fókusszal. És akkor ez egy olyan gyakorlat, amit szintén lehet csinálni. Ez egy nagyon erős gyakorlat. Nem szoktuk éppen azért kezdő oktatáson a mantrát tanítani, mert érdemes először az éneklések során megismerkedni a mantráinkkal. És amikor már látod, hogy milyen mantráink vannak, például így, ha az egyik megszólít, akkor azzal tudsz dolgozni. Tehát ez például a téged megszólított, az nagyon jó. Akkor, ha úgy érzed, hogy neked a mantra gyakorlat menne jól, akkor nyugodtan lehet ezzel a mantrával dolgozni, persze azért ezt még személyesen is beszéljük meg, és akkor, és akkor azt csináld mondjuk egy-két-három hónapig. Egyébként azt, hogy mit szeretnél vele csinálni, ez még, még, egy tipp, nem, nem kell túl gondolni ennyire, hogy most tűzfalt szeretnél -e, vagy el akarsz-e valamit nyomni vele, vagy nem. Jön a mantra, két lehetőség van, tehát az egyik ez, amit elmondtam, hogy elkezdesz a mantrával gyakorolni, és megnézed, hogy ez belőled mit hoz ki, mit old föl. Mantrázás ugye azért is jó, mert bemegy a tudatalattiba azért ez az információ, és most fősz takarít, és fölhoz dolgokat, és megold dolgokat, feltéve, ha sokáig csinálod. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy most esetleg úgy gondolod, hogy még neked ez túl bonyolult, vagy a nagy kérdés, térés, hangfigyelés közül valamely gyakorlat az inkább jobb neked, akkor hagyod, hogy eltűnjön a mantra. És ha nem foglalkozol vele, nem akarod elűzni, nem hívod magadhoz, néhány nap múlva el fog tűnni. Úgyhogy ez a másik lehetőség, válaszd azt, amelyiket szeretnél. Köszönöm. Nagyon szívesen. Ebbe belekapcsolódva egy kicsikét a fájdalmat is hadd hozzam ide be. Mert hogy ez jó. Igen. mert hogy nekem például ugyanez, mint ahogy mondjuk a mantra is, de nekem a fájdalom az, ami sok esetben lefoglalja a kapacitásaimnak egy nagy részét, mm -hmm. és ugyan hagyom, hogy legyen, és nagyon koncentrálok arra, hogy az is az én részem, de ez a vezetés szimbolikánál marad olyan, mint hogyha nyikorogna valami a kocsiban, és nagyon sokszor leköti a figyelmemet az, hogy nyikorog, és vajon ez akkor a fókuszt segíti-e, vagy előbb-utóbb majd eljön az, hogy megszokom, hogy nyikorog, és akkor is tudok vezetni? egy idő után meg lehet szokni, meg ki lehet sok mindent bírni, de nem kell, ez nem cél, és, és tud zavaró lenni a fájdalom, igen. Tehát van egy olyan mérték, amikor, jó, hát kicsit fáj a lábam, mert nem vagyok elég hajlékony, az még bőven megy, és azzal, ahogy mondtad, lehet úgy is gyakorolni, hogy hát egy újabb jelenség, amit meg tudok figyelni, és azt lehet a fájdalomnál nagyon szépen gyakorolni, hogy, hogy nem félek tőle, és ha nem félsz tőle, csak tapasztalod, akkor általában kevésbé kínzó a fájdalom. Mert általában a menekülés előle az még ront rajta. Ha egyé válsz a fájdalommal, akkor egy érzet. És még lehet úgy is vele gyakorolni, hogy rágondolsz a fájdalomra, és ahogy szívod be a levegőt, minthogyha azt a fájdalmat is beszívnád a tantienbe. Tehát van egy ilyen taktika, ez az ilyen enyhe, közepesen erős fájdalmaknál lehet csinálni, és kell is, mert legyél, lehetsz te bármilyen hajlékony, egy idő után fájni fog a lábad. Viszont, ha nagyon fáj, akkor egyszerre nem tudsz fókuszálni, és akkor egyéb testmozgás javallott. Tehát, ha mondjuk egyszerűen jössz elvonulni, akkor mindennapi egyszer-kétszeri séta az biztos, hogy kell, Valamennyire az is segít, hogyha leboruló gyakorlatokat csinálsz, és jogázás. Jogázás, csikungozás, ezt nem kell félni használni. Ha jössz elvonulni, akkor szoktunk mi is így ilyen szünetekbe, van jó pár jogaoktató, gyakorló, aki szokott jogát tartani. Ez mindenféleképpen kell, és próbáld fokozatosan adagolni a gyakorlatot. Tehát nyilván az is kell, hogy beleszokik a test abba, hogy mondjuk burmai ülésben ülsz. Ez hónapok, évek, fél évek. Nekem például, amikor elkezdtem ülni, hát nem voltam túl hajlékony. Az első egy év az, hát nem mondom, hogy kuka volt, de, de elég nehezen ment. Aztán úgy egy, egy év után sokkal jobban kezdtem bírni dolgokat, egyszerűen amiatt, hogy az ember ül, és megszokja a teste, de, de oda nem érdemes semmilyen gyakorlattal eljutni, hogy megutálod. Tehát mennyiségben sem, tehát hogy eljössz mondjuk egy 90 napos elvonulásra kezdőként, akkor ott, vagy egy intenzív hétre, ott nagy eséllyel abból az lesz, hogy jó, hát akkor soha többet zen. Hanem szépen fokozatosan, hogyha mondjuk napi 30 percet elkezdesz ülni, valamilyen olyan pozitúrába, ami biztosan megy, akkor az, ki tudja építeni azt, hogy legyen egy szirárd praxisod belül, és akkor utána lehet mellé a testet hajlítani. És vannak még egy-két ilyen turpisság, hogy iszol vizet, szedsz hialuronszulfátot, és egyebek, és akkor lehet optimalizálni az ülést. Ideális sosem lesz, de, de nem lesz akkor a fájdalom. Nagyon szívesen. Ott egy kérdés hátul. Ha már szóba hoztad a fizikusokat, meg a fizikát, az érdekelne, hogy nemrégiben megjelent a Dalai Lámának egy könyve magyarul, a Univerzum egyetlen atomban címmel talán, hogy azt próbálja bontogatni, hogy a legújabb fizikai kutatási eredmények és a darma tanítások hogyan hozhatók párhuzamba. Egyrészt ez a véleményed érdekel, hogy a véleményed érdekel erről a témáról, hogy te ezt hogy látod. A másik, és még egy kérdés, ami valahol ehhez kapcsolódik, még hogy elsőre nem is úgy tűnik, hogy maga a zenút, vagy bármelyik másik buddhista út, mondjuk a meditációs út, az inkább egyfajta pszichológiai tisztánlátás és dualitásmentességet eredményez a végén, vagy inkább ennek a fajta fizikai valóságnak a megértését, a világnak a megértését, annak a nem intellektuális tudásnak, de kvázi valamiféle tudásnak a megszerzését? Nagyon jó kérdés. Az elsőre fogok először. Válaszolni. Dalai Láma egyébként nagyon tudománypárt és rengeteg fizikussal, tudóssal konferencia beszélgetéseket folytatott, és, és híres mondása, hogy, hogy ha a tudomány fölfedez valamit, ami például mondjuk ellentétben van azzal, amit a addigi buddhista tanítás mond, akkor azt a tanítást, a buddhista tanítást meg kell változtatni hiszen a buddhizmus, hogyha egyáltalán van ilyen, egyébként ezt nyugatiak használják ezt a szót, hogy buddhizmus, keleten annyit mondanak, hogy a buddha útját követem, vagy a felébredés útját járom. Tehát tapasztalati alapú, a tapasztalatnak ugyanúgy része a tudomány is. Nagyon érdekes az, hogy a 20. század elején jutott el a fizika arra a szintre, hogy egészen addig úgy mondjuk a látható, egyszerűen érthető jelenségek leírását tudtuk megadni, Newton törvények, egyszerű makroszkopikus mechanika megmondja, hogy hogyan hatnak kölcsön a testek. És ez teljesen érvényes, egy adott körön belül. És aki mondjuk a fizikával foglalkozik, vagy bármilyen tudományjal, az tudja, hogy modellekről van szó, modellezzük a valóságot, és tudjuk azt, hogy az, amit mondunk, az valamilyen körülmények között úgy van, más körülmények között meg egyáltalán nincs úgy, vagy csak részben van úgy. Annó, amikor az első fizika órán voltam az egyetemen, akkor úgy kezdte a nagyon kedves tanárom, hogy fölírta a táblára egy füstmilán idézetet, hogy semmi sincs egészen úgy. Ez egy nagyon-nagyon alapmondás, és igaz még a zentanításokra is, és mindenre, amit úgy kigondolunk és mondunk, jó, valamilyen részben illik a valóságra, más részben meg nem, tapasztalt te ki, hogy hogyan is van ez. De a fizikára visszatérve, amikor előjött például az a jelenség tapasztalati úton, hogy mondjuk gondolkodsz az elektronról, és akkor az elektront modellezték úgy, mint ilyen kis bolygó például, ami egy nap körül kering pályákon. És akkor azt mondtuk róla, hogy részecske. És tényleg rengeteg kísérletben úgy is viselkedik, mintha részecske lenne. Aztán más kísérletekben pedig ilyen gyönyörű, szép elhajlási képet ad, mint a fény ilyen keskeny réseken. Még keskenyebb réseken az elektron is ilyet ad, tehát hullámként viselkedik. Na most, hogy ezzel mit tudsz kezdeni, az úgy logikusan nem megmondható. Mert most vagy valami anyagi részecske, tömeggel, vagy hullám. Az elektron mind a kettőt tudja, és ezt csak a mi kettősségeken alapuló gondolkodásunk nem tudja föloldani. Tehát, hogy vagy részecske, vagy hullám. Valójában az elektron az elektron, és mindegyiket tudja egyszerre. Úgyhogy ezzel jött be az a gondolat a fizikába, hogy hát hoppá, nem ilyen vagy olyan, hanem valamilyen. Ugye az ilyenség, amit a buddhizmus mindig mond, hogy a, minket itt a dolgok ilyensége érdekel. Az elektron ilyensége pont ez, hogy ha ezt csinálod vele, ez történik, ha az, akkor az. És egyébként ez aztán minden egyéb anyagi részecskére igaz. Tehát makroszkopikusan viselkedik úgy, mint részecske, mikroszkopikusan pedig egészen máshogy. Úgyhogy valójában én azt látom, hogy mondjuk ez a gyakorlat egy tudományos gondolkozást is remekül kiegészít. Vagy azt remekül kiegészíti, hogy te jól tud vizsgálni a fizikai világot, mert akkor van baj, amikor az ember előfeltevésekkel dolgozik kutatóként. És, és akkor legjobb, legrosszabb esetben is, vagy legjobb esetben is, hát te bebizonyítod, amit gondoltál a valóságról. És közben van sokszor, hogy a mérési hiba tartalmazza azt, amire nem számítottál, de az lenne az eredmény. Csak kérdés az, hogy meg tudod-e látni. Ez már kell egy belső szabadság, és egyébként az a tapasztalat, hogy annó, amikor ez a fizikai fejlődés bekövetkezett Planck, Max Planck után, meg Einstein után, akkor ezt nagyon nehéz volt átvinni a oktatásba, és azok, akik a régi mechanikai szemléleten alapultak, Egyszerűen nem tudtak ezzel mit kezdeni. Aztán, amikor fölnőtt egy olyan generáció, aki már a középiskolában tanulta ezt, ő nekik sokkal könnyebb volt ezt fölfogni, hogy valami nem ilyen vagy olyan, hanem valamilyen. Úgyhogy ez a fizikai sík, és a másik kérdésed az az volt, hogy, hogy a zen az most akkor csak a fizikai síkkal, vagy a pszichológiával foglalkozik, mindegyikkel egyszerre. Tehát nem kell ezek között különbséget tenni, Valójában ami minket érdekel, az, hogy a világ, legyen az kívül vagy belül, hogyan működik, milyen törvényszerűségek szerint működik. Ebbe beletartozik a fizikai világ törvényei, beletartozik az, hogy a lelked hogyan működik, hogy te látod azt, hogy milyen mintázataid vannak, hogyan nőttél föl a szülőktől, mit kaptál. Amikor te egy helyzetben reagálsz, akkor az ha nem tisztán reagálsz, akkor az honnan ered? Miért reagáltál úgy? Miért fagytál le? Miért lettél agresszív? Ha ezeket tudod látni, és mersz belül őszinte lenni, akkor vissza tudod vezetni az eredetükig, és akkor meg tudsz szabadulni tőlük a látás által. De ez is csak egy sík, és a zen valójában nem csak ennyi, hogy pszichologizálunk, vagy terápia helyett elmegyünk zen templomba, és akkor itt majd jobban fog működni. Például nagyon sokszor van olyan, hogy, hogy mondjuk valakinek akkora elakadásai vannak, lelki elakadásai, hogy lehet, hogy először egy terápiára kell elmenni, egy jó szakemberhez, aki fölépíti a személyiséget annyira, a sérültségeket kibeszéli az ember, hogy aztán már tudjon önállóan meditálni. Mert lehet, hogy önmagában túl nagy teher lenne az, ami belül zajlik. De még tovább megyünk, tehát nem maradunk meg még a lelki síkon se, hanem visszamegyünk mindennek az eredetére. Erre, amit nagyon sokszor beszélünk, ez a tiszta pont, ami mindent lát, ami még a karmát is látja, amiből a karma jön, és amiben a karma vissza tud térni, amiben az összes pszichés probléma vissza tud térni, és ez még egy föntebbi sík, ez, ez, ez már úgymond a spiritualitás síkja. Nagyon érdekes az, hogy már több, több pszichoterapeutától hallottam, hogy dolgozik emberekkel, és haladnak is. És tényleg megcsinálja a kliens azt, amit, amit megbeszélnek, és, és aztán elakadnak valahol, mert pont már valami ilyenre is lenne szükség. A pszichológián belül azzal foglalkozunk első sorban, hogy a személyiség egészséges legyen. De mi van akkor, amikor túllépünk a személyiségen, és ez az a terület, ahol a zen is dolgozik, a keresztény spiritualitás is dolgozik, a joga is dolgozik, hogyha egészen a mélyére megyünk, minden ilyen nagyobb hagyomány, a szufi hagyomány, a kabbalisztikus hagyomány Izraelben. Tehát amikor már a lélek szintjéről is visszamegyünk, és akkor ha megvan ez a pont, akkor az az archimédeszi pont, amiből az egészet látod. Tehát ez a hosszú válasz arra a kérdésre, amit nagyon jól föltettél, mindent akarunk látni egyszerre is tisztán. Köszi. Nagyon szívesen. Azt szeretném kérdezni az eddig elmondottak alapján most, hogy uh, akkor ez azt is jelenti, ha megvan a tiszta tantien fókusz, hogy egy egység érzést érzek az embertársaimmal? Hát lehet ez ebből egy szép kimenetel, hogy valójában, hogyha nem hozod létre azt, hogy vagyok én, meg vagy te, és akkor én jó vagyok, te rossz vagy, vagy fordítva én vagyok a rossz, te a jó, akkor tudsz kapcsolódni a másik emberhez. Tehát még csak ez sem kell létrehozni, hogy egységállapot jön létre, így magyarázhatjuk el, ha intellektuálisan meg akarjuk érteni, de valójában az együttérzésnek az alapja ez hogy rá tudsz-e hangolódni arra a másik emberre, vagy sem. Mert egyébként lehet, hogy az alapján, amit látsz róla, vagy ahogy amit mond, vagy amilyen színű a bőre, bármi. Neme, kora, minden lehet, erre mind rá lehet vetíteni egy csomó belső tartalmat, általában a saját belső frusztrációinkat vetítjük a másik emberre rá. Nem csak, de te ez egy tipikus, Énvédelmi mechanizmus, ezért érdemes, ha komolyan elkezd az ember gyakorolni, érdemes mindig nézni, hogy amikor látsz másokat, mi az, ami idegesít benne. Hát például akár valaki egy előadást tart, mi az, ami idegesít? Mert teljesen biztos, hogy valami szint, valami idegesít. De miért idegesít? És akkor természetesen ez kettő élő, mert ha nincsen felület, amire az a Kivetítés oda vetülhet, akkor, akkor valójában nem vetítetted ki. De nagyon sok mindent elmond az is, hogy te miért vetíted azt ki. És ezzel érdemes nagyon komolyan dolgozni. És ezért szoktuk azt mondani, hogy az engyakorlásnak a nulladik lépése az őszinteség. Hogy őszintén és bátran mered látni ezeket a dolgokat, ami sokszor belül olyan ciki lehet, hogy, Uf, ilyen vagyok. É, mindenki olyan, meg ilyen is. És ez azért is jó, mert nem csak meg lesz egy egységélményed, amiből tisztán látod a másikat, hanem azáltal, hogy te megemésztetted a tartalmaidat, függőségeidet, projekcióidat, bármi, ami, amit szeretsz csinálni, az még egy fokkal fokozza az együttérzést. Tehát ha látod a másikba, hogy most ő igen hibázik, meg szenvedést generál, meg akár téged bánt, de látod már, hogy hát ez valójában honnan ered, hiszen te is már megküzdöttél vele, és akkor tudsz igazán jól segíteni. Tehát ezért van az, hogy a kvantseum mószál, amit beszéltünk délelőtt, hogy hald meg a világ hangját, kvanszeum, fogd fel a világot, ez, ez az egységélmény és ez a tisztánlátás. És akkor valóban nem egy ilyen erkölcsi törvény lesz, hogy te cselekedj jót másokkal, meg legyél együttérző, meg szeressél mindenkit. Ha megnézed a vallási törvényeket, azok nagyon jó szándékkal születtek. Voltak emberek, akik ezeket belátták, és azt mondták, hogy jó, hát ezek az elvek, amiket követni kell. És akkor működhet ez olyan szinten, hogy te egy norma követő ember vagy, betartod a törvényeket, és akkor végül is nem csináltál rosszat, de az a jó, amikor úgymond a jogalkotó szándékára rálátsz, és akkor már az összes vallási törvényre legyen az keresztény, vagy zen, vagy bármilyen, meglátod, hogy mi van mögötte, és az ebből a tapasztalatból tud működni, és akkor nem az lesz, hogy fú, hát át kéne adnom annak a nénének a helyet a buszon, nem, most fáradt vagyok. Nem, de de mégis átadom, mert, mert csúnyát fognak rólam gondolni, és a karmabíróság elítél. Hanem akkor egész egyszerűen gondolkodás nélkül átadod a helyet, mert átérzed, hogy, hogy jó, hát fáj neki, meg rossz, és akkor te tudsz állni, ő meg már nem. És gondolkodás nélkül megy már, feltéve, hogyha eleget foglalkoztál ezzel. Tehát valóban ez ide tud elvezetni, és ez egy sokkal nagyobb szabadság, hogy nem az van, hogy akkor most én betartom, nem tartom, hanem ez nagyon szép, amikor belülről megy. Úgyhogy igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Automatikusan igen. Tehát, hogy a, a második kérdésem, mert már közben meg is válaszoltad a választ, ugyanis szerettem volna párhuzamot vonni a tantien fókusz tisztasága és az együttérzés között, de megkaptam a választ erre. Köszönöm szépen. Kapcsolódva ahhoz, hogy, hogy meglátod magadat a másik viselkedésébe. Van a környezetemben valaki, aki nagyon-nagyon sokat hazudik. És ezekkel a hazugságokkal befolyásolja az én életemet is. És a múltkor miatt nagyon összeütköztünk. És utána elkezdtem azon gondolkozni, hogy miért zavar engem az ő hazugsága. És végignéztem vissza az életembe, hogy én hány helyzetben hazudtam, és utána ezek a hazugságok hány embernek okoztak szenvedést, meg nekem is. És akkor ezt így szépen fölismertem, és most ott vagyok, hogy és akkor ezzel most mit tudok kezdeni? Tehát, hogy hogyan tudom én ezt föloldani magamban, mert, mert nyilván elkezdtem azon gondolkodni, hogy ha akkor 25-30 évvel ezelőtt az a tudás meg lett volna, ami most megvan, akkor elképzelhető, hogy el sem követtem ezeket a hazugságokat és milyen jó lenne visszamenni az időbe. Ugye ezek mind olyan dolgok, amit az ember így pörget magában adja, de tudjuk, hogy ezeken már így változtatni nem lehet. Akkor mit lehet ezzel tenni, hogy saját magamba is valahogy föloldjam ezt az egészet, meg hát nem tudom még milyen lehetőségeket rejt a zen magában. Hát először is elsősorban ezt. Amikor ezt a pontot átéled, akkor mindaz, amit elmondtál, jelen, múlt és jövő, az nincsen. A ja, szutra így szól, hogy a múltra, jelenre és jövőre osztott vagy felszakadt tudat nem érheti el a felébredést, hiszen folyamatosan ide-oda, amoda néz, szenved a múlt miatt, aggódik a jövő miatt. De valójában mindig minden ebben a pillanatban történik. A felébredés is, a legnagyobb csodálatos élmény is, és a legnagyobb tragédia is, mind itt ebben a pillanatban. És mindaz, amivel neked dolgod van, az is itt van ebben a pillanatban. Természetesen ez az egyik oldala a dolgoknak. Másik oldala az, hogy ha csak abban ragadunk le, hogy megint csak teszem hozzá gondolkodás révén, hogy jó, hát akkor én jelen vagyok. És akkor tök mindegy, hogyha belerugok valakibe, vagy, vagy kirabolom, vagy bármit csinálok velem, mert úgyse fogok emlékezni, Mert csak a jelenben vagyok. Tehát mondjuk ez a gondolkodás szintjén lenne így. Érdemes azt is látni, megint is csak látni, hogy az életünk egy folyamat. És egész egyszerűen nem lennél itt, és nem lenne meg az a bölcsességed, és az a gondolkodásod, ami most megvan, anélkül, hogy azokat elkövetted volna. Egész egyszerűen akkor arra voltál képes és ezt jó értelemben mondom, nem dorgálásként, akkor bizonyosan a legjobb tudásod szerint, és valószínűleg jó szándékkal cselekedtél, és aztán megvolt a tapasztalat, és tanultál a hibákból. A hibáknak a helyre tevése az, ha tanulunk belőlük. Önmagában a hiba nem baj, és nem a sátán által küldött dolog, ha nem látod be a hibádat, az viszont baj. Az hosszú távon baj. Illetőleg az is baj, hogyha beleragadsz a bűntudatba. Mert a bűntudatba való beleragadás megint csak hátráltatja a cselekvést, és hátráltatja a javítását a dolgoknak. Tehát visszafelé már persze nem tudunk semmit megváltoztatni, de előrefelé igen. Tehát az a fontos, hogy legyünk hálásak a tapasztalatainkért, a bal lépéseinkért is, hiszen mindenkinek vannak. Tehát ebbe is érdemes belegondolni, üdvaklubban szerintem itt senki nem tudna olyat mondani a teremben, hogy hát én nem, én aztán nem. Ez már emlékeztek ott régen a bibliai történetben azzal a kis megkövezéses résszel is. Ugye hát már ez följött, hogy senki se hiba nélküli, na az egy remek ugye, projekciós gyakorlat, hogy kivetítem, megkövezem a másikat, és akkor Meghalt, és megyek tovább boldogan. Jó, ez most zárójel bezárva. Tehát legyünk ezért hálásak, és most már ne kövesd el azt a hibát, ebben pedig csak ez a látás lesz a segítségedre, hogy látod mindig, hogy mi történik benned. És azt is látod, hogy a másik, amikor hazudik, akkor ő miért hazudik, és együttérzéssel tudod kezelni, illetőleg annyit tudsz tenni, hogy te nagyon világosan megmutatod a határokat, hogy mi a valóság és mi a nem valóság. És előbb-utóbb ő vagy tanul ebből, vagy nem. Vagy lehet, hogy tíz év múlva tanul, és majd akkor ő tesz föl egy ilyen kérdést egy darma beszéten, valahol valakinek. Hát ennek, sem, edek a lehetőségét sem szabad kizárni. A lényeg az, hogy te belül szabad legyél, és rendben legyél. És akkor, ha szabad vagy belül, akkor tudsz mindenféle emberhez viszonyulni. Ahhoz is, aki igazat mond, az ahhoz is, aki nem. Köszönöm. Nagyon szívesen. Én a megértésről szeretnék egy kicsit bővebben hallani, hogyha az embernek a tantienbe kell helyezni a tudatát, akkor mivel érti meg a dolgokat putha szintjén? A Figyelmedet kell a tantienbe helyezni, és természetesen az értés az az elmének a dolga. Elolvasol tanokat, elolvasol könyveket, tanulsz pszichológiát, vallástudományt, és ez természetesen az elme földolgozza. De minden ilyen tudásanyag, ez olyan, mint a vagyon, mint a pénz. Az külsődleges vagyongyűjtés, az ismeretanyaggyűjtés, az pedig belső vagyongyűjtés. És mind a kettő egyébként gőgössé is tehet. A külső vagyon is, de az is, hogyha valaki nagyon sokat tanult, és azt mondom, hogy hát én vagyok a legokosabb mindenkitől, az egy belső vagyongyűjtés, és szintén ezáltal például rombolhatom a kapcsolataimat. De ez a megértés szintje. Már Herakleitos is azt mondta, hogy az ismeret anyag, az ismeret halmaz nem egyenlő a bölcsességgel. És itt valójában már ezzel a zen a bölcsesség után megyünk. Tehát nagyon jó, ha tanulsz. És azért is jó, ha tanulsz, mert például aki nem tanul, az nem biztos, hogy tudja artikulálni azt, amit tapasztal. Tehát jó a műveltség, és tágítja is a látókört. És tágítja azt is, hogy te mit szeretnél, és mit nem szeretnél. Viszont, hogyha szépen leviszed az energiádat rendszeresen ide, akkor meg tudod emészteni, föl tudod dolgozni ezt a puszta megértést. És akkor a puszta megértés bölcsességgé alakul. A bölcsesség az mindig gyakorlati. Tehát, hogy te tudod használni azt, amit megértettél. Mert mondjuk, hogyha visszatérünk arra, amire a bevezetőben volt szó, hogy van a nagyon okos zseni gyerek, aki sokat tanult, de nem tudja használni, csak mondjuk egyenleteket tud fölírni, de például nem tud kapcsolódni egy lányhoz, vagy bármilyen más helyzetben, akkor ő még sokat tud, de nem igazán bölcs. Ha viszont már tudja használni mindazt az okosságot, ami egyébként benne van, akkor ezt megemésztette, földolgozta, és ez hosszú távon úgy lehet, hogyha megtapasztalod azt a pontot, hogy már csak nem itt vagy, vagy nem csak itt az érzelmekben, hanem az az egész rendszer együtt működik, és szabadon működik, akkor fogsz tudni bölcsen cselekedni. Egyébként a, ezt szoktam mindig itt így emlegetni a homo sapiensben, ugye a sapiens szó, az a bölcs, a bölcs ember, ez a latin szó, ez abból ered, hogy a sapiens az, aki tudja, hogy mit lehet megenni, milyen gyümölcsöt lehet megenni, és milyen gyümölcsöt nem. Ez volt régen a gyűjtögető életmód során a bölcsesség, hogy tudtad, hogy mitől nem dög lesz meg, ha megeszed. Most ez már bonyolultabb a világ, most már nagyon jól kell tudni azt, hogy azt a sok mindent, amit megtanultál, abból mi az, ami a javadra van, és mi az, ami nem, és az ebből a tantien fókuszú látásból, ebből a bölcsességből megy. Köszönöm. Én nem a javomra valót szeretném megtalálni, hanem az igazságot. Az igazság. Mi az igazság? Köszönöm. Ez hozzámítézett kérdés? Igen. Mi az igazság? Az, az igazság azok a legmélyebben elhelyezett dolgok bennünk, aminek ö, nem biztos, hogy a tanulása módja, hogy előkeressük, szerintem. És mik ezek a legmélyebben elhelyezett dolgok bennünk? Maga a teremtés. Mi a teremtés? Hát a lét, ami, ami megadatott itt most. És mi a lét? Örök. Mi az örök? Végtelen. Mi a végtelen? Mindenható. Mi a mindenható? A minden. Az Látod, bizonyos... mit csinálunk? Megyünk körbe körbe Éjjünk. megállás nélkül az értelem útvesztőin. egyik kérdés után a másik, és nem jutunk tovább. Valójában, hogyha mindezt félre teszed akkor nagyon nyilvánvaló és egyszerű lesz, hogy mi az igazság. És akkor abból tudunk tovább menni. Ezt keressük az ember. És kívánom, hogy találjuk meg együtt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Csak így a beszélgetés során, ami most elhangzott, hogy kérdések, stb. Uh, gyakorlás közben a mi ez kérdésnek, akkor tulajdonképpen mi a célja? Mi ez? De, hogy mire irányul, vagy hogy tehát hogy mit akarunk ezzel a kérdéssel elérni, vagy mit akarhatok én ezzel a kérdéssel elérni? Nagyon jó a kérdés. Ez először absztraktnak tűnhet, ez a mi ez kérdés. Abból ered a kérdés, amit a hatodik pátriárka kérdezgetett tanítványaitól, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Tehát amikor nem itt vagy fönn az elmédben, ami a jót és a rosszat létrehozza, akkor ki vagy te valójában? Tehát valójában ez a kérdés, mondhatjuk, hogy a ki vagy, ki vagyok én kérdés, csak azért nem ilyen formában tesszük föl, mert a ki vagyok énbe ott van legalább két probléma, az én, meg a ki, hogy ez egy személy és egy énség. Nem tudjuk mi. Mi ez? Visszahozod a figyelmedet, visszafordítod a figyelmedet kívülről befelé. Mondhatjuk ezt így. Normál esetben mindig lekötjük magunkat valamivel. Az életünk nagy részét így éljük, hogy, hogy jó, most akkor ezt a botot szemlélem, ó, milyen jó kis bot, ezzel vagyok elfoglalva. Vagy olvasok egy könyvet, ó, milyen jó kis történet. Vagy foglalk, beszélek valakivel, hú, de jó. Nem nagyon tanuljuk azt meg, vagy nem nagyon tapasztaljuk, hogy normál esetben, hogy milyen az, hogy te figyelsz, de tárgyatlanul. Tehát, hogy te konkrétan ezt a botot nézed, és azzal azonosulsz. Úgyhogy ez valójában nem egy külső tárgyra irányuló kérdés, hanem mindennek a forrására. Arra, ami benned fölteszi ezt a kérdést. Arra, ami téged idehozott erre a zen gyakorlatra, és elvisz majd innen, amikor végzünk ezzel a kérdez felelekkel, ezt a nem tudhatót keressük a kérdés által. Tehát első körben, amikor ezt fölteszed ezt a kérdést, hogy mi ez, és tényleg őszintén keresed ezt a pontot, befogod látni azt, hogy nem tudod. Nem tudjuk. És ez egy nagyon őszinte pont, ami az ember el kell, hogy egy idő után érkezzen, hogy gondolkodsz, hogy, hogy az, mint az előbb is beszéltünk, hogy mi a lét, mi a halál, mi, mi, mi ez, ami lát bennem? És eljutsz oda, hogy, hát, hogy nagyon őszinte legyek, halványilag gőzöm sincs. És ez azért jó, mert akkor már legalább nem tudod rosszul, és amikor átéled ezt, hogy te nem tudod, az elvágja a gondolkodást. És akkor van lehetőség arra, hogy tapasztalsz, anélkül, hogy elméletet alkotnál róla. Ez a célja ennek a kérdésnek, ez egy ráerősítés arra a tudatos jelenlétre, amit egyébként is gyakorlunk. Segédeszköz. Az elején, amikor ezzel elkezdünk dolgozni, akkor belül tesszük magunkban ezt a kérdést, később már ez sem kell, tehát nem kell verbalizáljad magadban belül, hanem meg lesz egyszerűen ez a reflex, hogy te amikor beszívod ide mélyre a levegőt, akkor valójában ezt a kíváncsi figyelmet, ami lát, ami tárgyatlanul is éber, ezt, ezt, valósítod meg. Egyszerűen ott lesz, tudod használni, bárhol, járkálva, járva, ülve, fekve, beszélgetve. És akkor ez a célunk ezzel a kérdéssel, hogy meglegyen ez a visszafele fordított figyelem és az eredet keresése. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nekem egy párkapcsolati kérdésem lenne. Az nagyon jó. Én a, a férjemmel egy kimondottan szép párkapcsolatban élek, és van egy nehézségünk, aminek ma már van neve, kiderült így az évek során, hogy ADHD a, a férjem részéről, és most már ez is kiderült, hogy a kisfiunk is valamennyire ebben érintett. És az elmúlt években ezzel mind a ketten nagyon-nagyon sokat megyünk, már nem egymással, hanem a problémával küzdve, ő is, hogy ebben fejlődjön, és én is, hogy mondjuk ezt az, ami engem érint, vagy ami rám hat, azt ne egy ilyen áldozatiságból éljen meg, hogy ebbe sokkal több együttérzés sem legyen, átlások a szégyenébe. Szóval, hogy nagyon sokat dolgozunk ezen, de hogy valahogy így a, a nap végén mindig eljutok ahhoz a kérdéshez, hogy hogy, hogy kell ebben jól lenni. És ez egy körbelül olyan kérdés nekem, mint ami ez, hogy így nem találom a választ. Nagyon jó. Egyrészt minden, tehát amikor párkapcsolatban vagyunk, olyan nincsen, hogy ne legyen probléma valamilyen. Ráadásul a legtöbb párkapcsolatban, sőt mindegyikben ezt nagyon híres szakemberek is mondják, hogy általában eljutunk oda, hogy vannak megoldhatatlan problémák is, és utána attól függ a dolog sikere vagy kudarca, hogy hogyan tudunk együtt élni ezekkel a megoldhatatlan problémákkal. És komoly munka, az egyik legnagyobb darma gyakorlás az, hogy valakivel hosszú távon együtt élni, óriási tanítás, és valójában a, az alap, az egy jó kapcsolatnál mindig az, hogy mennyire tudunk önzetlenek lenni egymással, és mennyire tudunk együttérzően szeretettel viszonyulni. A zen abban segíthet, hogy minél többször kigyere a gondolkodásodból. Mert amikor ott vagy egy helyzetben, és történik, ami történik, és már százmilliómodszor idegesít, ami idegesít, ez természetszerűleg megjelenik, mert olyan sokat vagyunk együtt, egy párkapcsolatban, hogy hát egymás agyára megyünk a sok különféle dologgal. Ezen azt tud segíteni, hogy akkor van-e belül egy olyan kiképzettséged, vagy edzettséged, hogy visszatudsz ebből a gondolati körből jönni. Mert általában sok-sok gondolkodás az nagyon sokféle vágyat generál, hogy mondjuk vágysz arra, hogy ez már ne így legyen, vagy megváltozzon, vagy egyéb dolog legyen, és akkor belekerülsz egy ördögi körbe, ami általában távolít a másiktól. Mert elkezdünk ráhaggatni minősítéseket, hogy ilyen, olyan, meg beteg, meg nem beteg, és akkor, akkor az biztos, hogy távolodik a dolog. Tehát az első körben az, ami egy ilyen gyakorlatból kinyerhető, hogy te viszel egy ilyen gyakorlatot magadba, visszatérsz mindig ebbe a pontba a gondolkodás elé, és esetleg egy mantra gyakorlat és leborulás is jöhet mellé. Az megerősíti ezt, amikor egy ilyen helyzettel kell szembenézzél. Például mantrázásból a kvanszembó az nagyon jó, amit napközben énekeltünk, az együttérzésnek a mantrája. Hosszabb verzióban, ugyanis szintén az együttérzésről szól a nagy együttérzés dárani, Ezeket mind meg lehet a honlapon egyébként találni, és ott megtanulhatók. tehát nagyon jó, ha van egy ilyen mantra gyakorlat, ez oldja azt a sok érzelmi és gondolati feszültséget, ami ilyenkor fölmerülhet. A leborulás pedig szintén visszahoz a jelenbe. Tehát kell mindenféleképpen magaddal foglalkozzál ahhoz, hogy tudjál a párodnak is segíteni. Tehát, hogy ne juss el oda, hogy te belül összeomlasz, és és feladod. Ettől függetlenül lehet, hogy lesz ilyen, ez is hozzá tartozik a... Ezekkel már túl vagyunk. Igen. És, és ennek ellenére együtt vagyunk, és na igen. És a másik az, hogy azt kell tisztázni, hogy, hogy miért vagytok együtt. Mert valamiért együtt vagytok, és idézzétek föl minél többször azt, ahonnan ez indult. Mert ezt nagyon hajlamosak vagyunk elfelejteni és elfásulni abban, ami most a jelen, de attól még az a varázs, ami miatt ez a kapcsolat létrejött, az ott van valahol. És ezt érdemes tudatosan újra és újra kiásni, mert az az, ami átvisz ezeken a megoldhatatlan helyzeteken. És persze nagyon jó mellette kell terápiába járni, jó szakembert keresni, ezeket, ez, ez nem szégyen, sőt, általában az a baj, hogyha ezeket nem merjük, nem merjük igénybe venni, de az alap az az, hogy tudsz-e önzetlen maradni, és tudsz-e megmaradni a szeretetnél. Ez egy nagyon jó mondása, szoktam idézni a Pál Feritől, hogy a feltétel nélküli szeretetnek nagyon sok feltétele van. Ez egy, ez egy remek dolog. A feltétele az, röviden összefoglalhatjuk úgy, hogy végezd el a saját házi feladatodat, végezd el belül azt az önismereti munkát, ami egészen a spiritualitás szintjéig megy, és akkor ott már föloldhatók ezek a föloldhatatlannak tűnő akár problémák és igazságtalanságok, és akkor meg tudunk maradni az együttérzés és a szeretet szintjén. Még annyit pontosítanék, nem is, ahogy kell ebben jól lenni, hanem hogy hogy, nem, hogy lehet ebben nem túlterhelődni. Azt hiszem inkább ez a Pontos kérdés, hogy, vagy hogy mérélem, hát az világos, hogy mérélem, megterhelőnek, mert ez az, de hogy, hogy, hogy lehet ezt nem... Mindig jól lenni, és... Nem mindig jól lenni, csak nem mindig túl terhelőnek megélni. Mert hogy, na, szóval, hogy valahogy ez a realitás, hogy ez egy túlterhelő dolog, az. és hogy abban, hogy lehet jól lenni. Igen, csak a jelenléttel, tehát uh -huh. azzal, hogy te magaddal foglalkozol. Hát különíts el időt arra, amikor te magaddal foglalkozol, mert valójában más nem fog igazán segíteni rajtad. Ha te nem segítesz magadon, jó, hát lehet jó tanácsokat kapni. De úgy, úgyis ott leszel egyedül egy idő után a problémával. És nagyon jó egy ilyen rendszeres gyakorlat arra, hogy akkor kinevezed azt, hogy ez jobb, mint amit szoktak mondani, hogy az én idő kell legyen. én idő Én idő is kell de még az éntelen idő is kell. Tehát amikor, amikor, azt mondod, hogy akkor jó, ebben az egy órában ezt csinálom. És akkor most, hogy így mondod, akkor én még receptre még több mantrázást írnék föl, mert nekem a személyes tapasztalatom az, hogy amikor érzelmileg megterhelő helyzetben vagyunk, amiből úgymond nincs kiút, ott a mantrázás az, ami, a leborulással kombinálva, ami segít, mert az, az ülés néha nem elég erős. Nem, ott, ott szétvisz és szétesel, ott nagyon kell ez, kell ez a tűzfal, ez a jel, amit te mondasz, és föloldod magadba azt a sok feszültséget, ami természetszerűleg létrejön, és akkor így tudsz napról napra létezni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Tehát, hogy a, a meditáció és a gyakorlás során megszűnik gyakorlatilag a polaritás, és mondjuk a fizikai valónk is esetleg teher vagy fájdalom formájában jelenik meg. De az életünkben és mondjuk a, a, az elhelyezkedésben itt is, hogy volt egy férfi és egy női oldal. És um, ennek. Um, mi lehet a, a szerepe mondjuk így az életünkben, hogyan találjuk meg? Van, aki kicsit erőteljesebben éli meg, van, aki pont, hogy háttérbe szorítja, van, aki a saját ö, polaritását keresi. Tehát ennek mondjuk mi a szerepe is ebben, hogy lehet jól egyensúlyt találni. Nagyon jó a kérdés. Először is említetted a jelenlétet, és mondd meg nekem azt, hogy mi a jelenlét. A létezés. Mi a létezés? Ma már játszottunk egy ilyet. Na mi a jelenlét nagyon egyszerűen? Mi csinálunk most? Lélegzünk. Lélegzünk. Te kérdezel, én válaszolok. És még nagyon sok minden lehet a jelenlét. Tehát érdemes egyrészt ezen a szinten megmaradni, ezeken az egyszerű, tényszerű valóságok szintjén, vagy hogy például a padló barna, a bot szintén barna, mert ez biztos, hogy van. És amikor nagyon elkezdünk azon gondolkozni, hogy fiúk vagyunk-e, vagy lányok, abba bele lehet zavarodni, és akkor nagyon sok minden lehet ebből. Itt a tiszta, helyes helyzetfelismerést és jelenlétet gyakoroljuk. Érdemes ezt szintjén is megélni. Régen egyébként, amikor korjában zajlott a gyakorlás, szerzetesi gyakorlás, akkor ilyenről szó sem lehetett volna, hogy fiúk és lányok együtt gyakorolnak, hanem voltak a férfi szerzeteseknek lévő zentermek és a női szerzeteseknek lévő zentermek és nem is keveredtek. Nyilván meg volt ennek az az oldala is, hogy bizonyos ingerek azok ne jelenjenek meg a szerzetes bácsik és nénik életébe. Itt ez nem reális, és nem ezt a fajta gyakorlatot csináljuk, hanem világi gyakorlat, és együtt vagyunk egy térbe, de nagyon jó azt megérezni, hogy milyen külön-külön egy női csoport érzete, és egy férfi csoport érzete, és az a tapasztalat, hogy aki jön gyakorolni, az ezeket a problémákat például, ami esetlegesen megvan benne, hogy hogy én ezzel mit tudok kezdeni, mit tudok kezdeni azzal a névvel, formával és karmával, amit kaptam. Abban például segít ez az együttműködés, és, és ezeknek a tereknek a megtapasztalása, és egy gyakorlatnak lehet az az eredménye sokszor, hogy a férfiak férfiasabbá válnak, a nők nőiesebbé, egyszerűen a látás által, hogy tisztázod magadban azt az esetleges káoszt, amit a gondolkodás létrehozhat. Általában, amikor úgy érezzük, hogy nem tudjuk, hogy mi az utunk, nem tudjuk, hogy mi a célunk, mi az értelme az életünknek, akkor valami érték, zavar van a saját magunkban. Tehát, hogy nem állítottunk föl magunkban egy olyan rendszert, egy olyan hierarchiát, ami szükséges ahhoz, hogy mi jól tudjunk működni, és lássuk azt is, hogy a világ hogy működik, és ehhez hogyan tudunk kapcsolódni. Ha ezt tudod tisztázni magadban, akkor ezek a kérdések is tisztázódnak, hogy fiúk vagyunk-e, vagy lányok, és hogyha ilyenek vagyunk, vagy olyanok vagyunk, akkor az szerint hogyan szeretnénk cselekedni. Úgyhogy ezért az élményért van ez így külön rakva, de valójában eredeti tudatunknak még nem -e sincs. Tehát ez is egyfajta megjelenési forma, és megint csak, amit egy korábbi valamelyik válaszban már itt emlegettünk, hogy, hogy valójában nem a megkülönböztetéssel van baj, a helyes megkülönböztetés kell, hiszen így tudunk működni, hiszen ha helyes megkülönböztetéssel élek, akkor például nem akarom meginni a zembotot, és nem akarok ütni a padlóra a pohárral, mert eltörik, hanem a poharat pohárként használom, a zembotot zembotként használom, és ez a helyes megkülönböztetés. Ezzel semmi gond nincs. Azzal van baj, amikor minősítek jóra-rosszra, és minősítem azt, hogy Nő férfi, és akkor a nő rossz, a férfi jó, vagy fordítva. Ha ebből visszatudunk jönni, akkor ezek a szerepek letisztázódnak. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én reggel azt mondtam, hogy azért vagyok itt, mert itt szeretnék lenni. És amikor meditáció közben épp nem moziztam, hanem egy pillanatra sikerült itt lennem, akkor az volt a tapasztalásom, hogy a torkomban ilyen folytogató érzés volt, elkezdett kaparni, köhög, tehát ingerem volt köhögni, és előtte nem. Tehát akkor, amikor sikerült elveszíteni a, a tudatosságot egy pillanatra, akkor ilyen érzeteim voltak, és hogy ez, ez miért lehetett, hogy... Hát amikor ilyen testérzeteink vannak, akkor az általában valami tudati tartalom, amit mondjuk elfolytunk, az ott jelentkezik, hogy vigyelj rám. És akkor a meditációnak az a hatása, hogy drasztikusan megvonjuk magunktól a szórakozási lehetőségeket. Hát ez nem szórakozás, ez, ez egyé válás, meg jelenlét. És akkor hamarabb vagy később elő előjönnek ezek a dolgok, amiket természetszerűleg mindegyikünk, mindegyikünknek van ilyen, hogy elfolyt, nem lát. És akkor lehet, hogy először így jelentkezik, hogy valamilyen testi tünet. És akkor ezzel azt tudod csinálni, hogy hagyod, hogy legyen, nem akarod elfolytani, és érdemes ráfigyelni, ha már ott ülünk, hogy na, ez milyen ez az érzet, érezd bele magad, mondjuk a torokszorításba. És akkor ha ezt elég ideig csinálod, akkor megjelenhet valamilyen asszociáció, vagy megjelenhet valami kép, vagy egy érzés. És akkor ezt jól csinálod, akkor onnan tudod, hogy arra találtál, amit kerestél, hogy elmúlik ez az érzet. Nagyon fontos része a gyakorlatnak az, hogy nem véletlenül emlegetjük a test tudatosságot. Általában, mivel mindig fejben vagyunk, nem figyelünk a testünkre. És akkor nagyon sok betegség, nagyon sok megbetegedés ezáltal jön létre, hogy a testünk jelez ugyan, hogy fáj a fejünk, és rosszul vagyunk, de beveszünk rá egy fájdalomcsillapítót, és megyünk tovább dolgozni. És nem vettük azt az üzenetet, ami egyébként jött, hogy tessék rám figyelni. Itt a meditációban ezt nem tesszük meg, hanem hagyjuk, hogy jöjjön. És akkor ez elvezethet egy jobb egészséghez is. Hogy figyelsz a jelekre, és dolgozol ezekkel a testérzetekkel. Például úgy is dolgozhatsz később, hogy lehet tárgyas kérdést föltenni, úgy, hogy erre a konkrét tapasztalatra teszed fel a kérdést, hogy mi ez, honnan jön? Erre a torokszorításra. És akkor ezt elég ideig csinálod, és már eléggé erős ez a tükörszerű tudatosságod, akkor följöhet valami. És onnan tudod, hogy megoldottad, hogy eltűnt a testérzet. Tehát örüljünk, én azt mondom mindig, amikor följön valami ilyen, mert végre van mivel dolgozni, és ne félj utána menni. Viszont azt se csüggesszen el, hogyha ez nem két nap alatt megy. Hanem tarts ki a gyakorlat mellett, és hidd el előbb utóbb oldódni fog. Nem az lenne a kérdésem, hogy most beszélgettünk arról, hogy minősíteni dolgokat, tehát hogyha mondjuk nem minősítek, akkor hogy húzom meg a saját határaimat, hogy ez most nekem jó vagy nem jó? Nagyon jó kérdés. Ez az a rész, amit, aminél kicsit tapasztalni kell még. Ugyanis a, ez a gondolkodás terméke szintén, filozofálás, hogy ha majd nem minősítek, akkor, akkor, mi lesz, akkor belehullok egy olyanba, hogy hát, hát tulajdonképpen akkor, akkor mindent, lehet minden helyzetet el lehet viselni, mert én csak ott így vagyok benne, és jó, hát ez most kicsit így megszúrt, tehát majd, majd bekötöznek, vagy nem kötöznek be, és el, elvérzek. Hát akkor én emlékszem, amikor elkezdtem zen gyakorolni, akkor egy, egy ilyen párkapcsolati problémába voltam éppen, mint ahogy ez szokott lenni, így az emberekkel általában, és akkor úgy fölmerült bennem ugyanilyen kérdés, hogy jó, hát akkor nem minősítek, és akkor végül is Mindenkivel együtt lehet élni. Tehát, hogyha én eléggé zen vagyok, akkor tök mindegy, ki jön, együtt tudok vele élni, mert minden hülyeségét elfogadom. De nincs így. Tehát, megint csak a, a helyes megkülönböztetéshez térnék vissza, hogy a pohár-pohár, a zembot-zembot, a harang-harang, hát én ezt hiába próbálom meginni, nem fogok tőle, nem fogom a szomjamat oltani vele de például arra jó, hogy ütök vele. És ez kell. Tehát úgy tudjuk élni az életünket, hogy megvan az, hogy a bottal, a zembottal ütök, a pohárból iszok, és látom, hogy az az ember, akivel éppen most együtt vagyok, párkapcsolatba, munkába, párhol, ahhoz nekem mi a helyes viszonyom. És, és akkor megvan a határ. Tehát megvan egy kapcsolaton belül is az, hogy azt érzed, hogy na, de eddig és ne tovább. Tehát most már azért a bökőt ne nyomjad belém, mert ezt nem fogom elviselni. Ez lehet egy hiba, hogy, hogy akkor ebbe, a, amit az előbb is mondtam, hogy ebbe a spirituális ilyen mindent megengedek jópof, jópofasságba és szentségbe, tönkre megy az életünk, és mi teljesen összeomlunk. Tehát lásd helyesen, hogy mi történik, és hogyha neked az nem jó, és úgy érzed, hogy beleid gázolnak, azt ne hagyd. De ettől még például nem kell azt mondani, hogy, hogy az a másik ember egy rossz. Ezzel minősíted, és akkor elindul ez az egész kör, hogy harag, bosszú, tűnjön innen a fenébe, és akkor rögtön belekerülsz ebbe a mindet vagy semmit állapotba. A harag az ide vezet, hogy, hogy akkor csak ilyen, vagy csak olyan. Általában az van, hogy azt tudjuk mondani, hogy Hát ez az ember most felén például rosszat cselekedett, vagy átlépte a határaimat. Ő attól még ugyanolyan ember, mint, mint mi. Innentől kezdve rajtad áll az, hogy az, ami történt, azt te hogyan kezeled. És általában például egy ilyen példa, hogy, hogy néha, ha tanít az ember bárkit, de például mondjuk kisgyerekeket, vagy nagyobb kisgyerekeket, akkor akkor a tanítói szerephez hozzátartozik az, hogy néha szigorú vagy. És az, hogy nagyon pontos határokat húzol, hogy mit lehet és mit nem, és tűnhet ez úgy, hogy gonosz ember vagy, de valójában érteteszed. Tehát megint az, hogy ha egy cukorgombóc vagy tanárként, akkor megesznek vacsorára. Emberekkel való foglalkozás az nagyon megtanít arra, hogy 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 tudsz helyesen határt tartani, és hogy tudsz úgy viselkedni, hogy az ő értük is jó legyen. Ha eljössz majd esetleg egy haladó, vagy középhaladó elvonulásra ide az en -templomba, akkor lesznek erről nagyon jó élményeit, hogy van ez a szertartásos étkezés, amit csöndben végzünk, és nagyon bonyolult, pláne az elején. És akkor, mivel csöndbe csináljuk, hát nem fűzünk hozzá ilyen hosszú magyarázatokat később, amikor már zajlik az étkezés, hanem egy-egy ilyen utasításszerű szólás jön, hogy hajolj meg, tedd le, és a többi, és a többi. Miért? Azért van a szigor, hogy a közösség jól működjön együtt, és a jelenlét meg legyen. Tehát megint lehet azt mondani, hogy ez egy gonoszkodás, de valójában nem, hanem csak betartjuk a határokat egymásért. Úgyhogy ez megint az, hogy nem minősítjük, hanem helyesen viszonyulunk. A zen alapja, nem véletlenül mondom ennyiszer a helyest, a helyes helyzetfelismerés, a helyes kapcsolatteremtés a helyzettel, vagy a másik emberrel, és aztán a helyes cselekvés, működés, beszéd. És a helyes az, ami nem járt szenvedést le. Ugye ez a hosszú válasza nagyon jó rövid kérdésre. Nagyon szívesen. Nagyon sok akarat hogyan ne menjen át görcsbe. Nagyon sok mindent akarok, és <gül> de <gül> nyilván nem magamért akarom, vagy mit tudom én, de sokszor görcsbe megy át. Ez nem jó a görcs. <laughs> nagyon nem jó. Igen, mondja Danti. Hát a Kwanzaum az, az megy, már jó pár oh, hónapja. Az jó. Aztán jó, lehet, hogy türelmetlen vagyok, mert már sokat gyára mindig egy kicsit ezzel kapcsolatban kérdezek, vagy szunimat, vagy mást. Látod, ezt is annyira akarom, hogy ne, ne akarjam, hogy már kész. Köszönöm, <laughs> <laughs> Az, hogy hogyan ne görcsöljek, ne, le ne, ne legyen, akar az akaratom, az a túl sok akarás, amit létrehozok, legyen helyes irányban, de ne legyen görcs. Just do it. Vagyis csak tedd. Tehát igen, nagyon jogos a kérdésed. Mindaz, amit csinálsz, az tök jó, és csinál tovább. És legyél türelmes ezzel. Alapvetően a természetünket, meg ahogyan viselkedünk, azt nagyon nehéz megváltoztatni. Bizonyos dolgokat talán nem is tudunk, de lassan alakítani tudjuk. És az a fontos, hogy amikor, amikor teszed a dolgodat, és jól teszed a dolgodat, és rengeteg felelősséged van, és fontos szereped van, például itt, akkor indig legyen a következő dolog a szemed előtt, és akkor az, amit csinálsz, az csinálsz száz százalékig. Ha javítani kell valamit, javítani kell valamit, akkor azt csinálod, hogyha itt a darmateremben instruálod az embereket, akkor azt, és akkor nincs időd ezen, ezzel foglalkozni, hogy most görcsölsz -e, vagy nem. Tehát legyen meg ez a, ez a flow élmény, add át magad ennek, ugye Isten nyugosztaja Csinkszent Mihály, Mihályt, aki Zsidzsánk nem nemrég távozott el közülünk, tehát, hogy minél többször legyen meg ez az élmény, és akár ne is adj magadnak időt arra, hogy túl sokat morfondírozhass ezen és lazulni fog majd ez a görcs. Görcs általában azért nem jó, mert, mert nem látunk aztán helyesen. És, és oda ott tudunk belemenni abba, hogyha görcsölünk valamin, akkor például megbántunk másokat, még akkor is, hogyha jó szándékkal tettük. Vagy például nem tudjuk megoldani a koant hónapokon keresztül, mert rá görcsölünk, hogy akkor lölt a megoldás és akkor ez már egy óriási lépés, hogy látod, hogy görcsölsz. Tehát ezt ne minősítsd le, hogy hát már látom, milyen id mennyi idő óta látom, hogy görcsölök, és még mindig nem javult. Javult már egyébként, ezt most így zárójel bezárva, és, és kívülről látva, nyilván a te mértékednek, ami néha kicsit ilyen könyörtelen mérték, és tökéletességre való törekvés, abból érdemes egy kicsit adni, például a zenéléssel. A zenélés az egy remek olyan hely, ahol a, a görcs nagyon jó kijön, hogyha van, és hogyha nincs a görcs, akkor gyönyörű szépen megy például a trombitálás. Úgyhogy érdemes ilyenekbe be, belemenni, és még egy dolgot mondanék, ami a görcsöt nagyon segíti, hogy még a gyakorláshoz sem szabad ragaszkodni. Tehát van, amikor egész egyszerűen csak jól kell érezni magadat, teázni egy jót, vagy beszélgetni, vagy elmenni bulizni. Tehát ez is kell, hogy ne legyünk mindig erre a nagy igazságkeresésre se rágörcsölni, mert az is hiba. Tehát, hogyha tudsz egy ilyen, egy ilyen szabad áramlást az életedbe belevinni, akkor, akkor az jó lesz. Hogyha még továbbra se megy, akkor írjál nekem, és akkor elmegyünk egy-két borkostolóra. Az majd megoldja. Ugyanis in vino veritas, vagyis borban az igazság, és borban a görcsmentesség. Ezt ki fogjuk vágni, mert nem gondoltam, hogy egy darma beszéd az így fog egyszer itt végződni. De ez az antinak szóló válasz volt, tehát ne vegyétek be az anti gyógyszerét, jó? Ezt ígérjétek meg nekem. Mert már késő, igen, de fontos az, hogy ha be is veszitek, akkor mértékkel vegyétek be, és ne azért vegyétek be, hogy elködösítsétek a tudatotokat. Tehát az a, van az egyik alapfogadalom a zenben, hogy nem fogyasztok bódítószereket. Tartózkodom a bódítószerek használatától, és akkor ez egy jó megfogalmazás, mert ez egy tág határok között mozog, hogy mi a bódítószer. Például az internetezés és a YouTube videó is egy bódítószer. De amikor ilyen helyzetben vagy, és akkor ez még feltétlenül ide tartozik a zárójelhez, hogy, hogy azt nézd meg, hogy amikor elmész a, akár a borkostolóra, az miért teszed, és amikor megiszod azt a egy pohár bort, azt miért teszed? Azért teszed, mert éppen most ott vagy egy kellemes társasággal, és a helyes helyzetfelismerés és a kapcsolatteremtés az, hogy ott jól érzitek magatokat, íztok egy-két pohárral, és jót beszélgettek, ezzel semmi gond nincs. Ha viszont azért emeled azt a poharat föl, mert szeretnéd a feszültségedet eltompítani, szeretnéd a életfájdalmadat meghaladni, ott már gond lehet, mert az elvisz a gyakorlattól. Ha te jól gyakorolsz, akkor nem lesz azzal gond, hogy milyen szert használsz, vagy nem használsz, mert eleve nem fogsz rá vágyni. Úgyhogy ez ennek az oldala, amikor pedig ott van annak az ideje, hogy érezd jól magad, akkor viszont csak érezd jól magad, anélkül, hogy bűntudatod lenne amiatt, hogy ezt teszed. Úgyhogy Anti, még kérdésed van? Hát akkor tegyed hozzá. Csak egy kis bónármező, hogy inkább fogyasszunk bót, hító, szerek. Gyere ide! Hány ütést kérsz? 30 vagy 60-at? Maximalista vagyok, 100 Nagyon jó. Majd begyűjtheted az irodai épületbe a darma beszéd után. Úgyhogy ezzel, nem az ütéssel, hanem a jó érzéssel és a látással zárnánk most ezt a mai eseményt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és ennyi jó kérdést tettetek föl. Ezt igazán élmény mindig tapasztalni itt, és az őszinte kíváncsiságot és kezdő szellemet, amivel bemerészkedtetek ide a oroszlán barlangjába. Kívánom azt, hogy minél többet gyertek vissza, hogyha tetszett mi itt leszünk és várunk titeket szeretettel, és haladjunk közösen a felébredés útján, és segítsünk ezzel magunknak és másoknak egyaránt. Köszönöm szépen mindenkinek!